Mit akar Soros, miért építette fel a nyílt társadalom alapítványok egyedülállóan kiterjedt hálózatát, amivel kritikusai szerint kimeríti az agresszív politikai filantrópia fogalmát? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Anna Porter könyvében. Vendégünk Anna Porter. Jó estét kívánok, vigyázzon gurul a szék! Igen. De már itt van. Jó estét kívánok, örülök, hogy ideért. Mert ő ma érkezett, ugye? Tegnap nagyon későn este. Hát akkor alig pihenti ki magát. Ma. 56-ban ment el Magyarországról, de nem először jár itthon. Nem. Gyakran igen jön. És nem. Gyakran igen, 56 jön. Végén, és nem először járok. Gyakran jön? Talán összesen 8-szor, vagy 9-szer ilyesmi, ami elég gyakori ahhoz képest. Hát voltak éppen, igen, jó messze él Kanadában, Magyarországtól. Fénytörések címmel írt egy könyvet, ami Magyarországon is megjelent. Ebből és az életét lehet ismerni, hiszen az egy önéleti írás. Leginkább az 56 előtti körüli időszakról szól. Sőt, nem csak 56, hanem 1002-től kezdve. Hát igen. A család története. A rendszerváltás utáni Magyarországot. Azt mennyire ismeri? Jártam itt, kutattam könyvet, egy másik könyvet is, mert le lett fordítva az is magyarra, a Kassner vonat című igen. könyvet. És itt akkor jártam, és itt voltam egész hosszú ideig, és azon kívül írtam egy könyvet, mikor a kelet a nyugathoz csatlakozott 30 éve. A rendszerváltás koráról, igen. Igen. És akkor is jártam itt, mert az egy másik könyv volt, és akkor sokat írtam. Na azért kérdezem, hogy mennyire látja az itteni folyamatot. Ugye most Soros Györgyről jelent meg magyarul igen. egy könyve, és épp a napokban. És hát Soros György személyének megítélése, ahogy az változott az elmúlt 30 évben, az sok mindent elmond arról is, hogy az ország hogy változott az elmúlt 30 évben, és azért kérdeztem, hogy erre mennyire van rálátása. Hát nem annyira, mintha itt élnék, de sokkal több, mint úgy szóval bárki másnak. Például most a Brexit-tel Angliába sokat interjú voltak, hogy mit gondol Soros erről, ami persze nem tudom, mit gondol pont most, de tudom, hogy mit gondolt akkor, és hogy mi a véleménye, mi lenne a véleménye, és hogy miért támogatja Európát ennyire, ilyen kérdéseket. Szóval sokat figyeltem azt, hogy mit csinál, nem csak interjú voltam őt, hanem az összes munkatársát, akiket el tudtam érni, és szóval megértettem az embert, mint egy alapítvány fej, és egy nagyon gazdag ember, aki úgy érezte, hogy így akarja a pénzét elkölteni. Ő ebben mennyire önzetlen, mennyire önfeláldozó, nem, hogy mennyire néz hasznot benne? A hasznot, pénzbeli hasznot abszolút nem, de a lelkiismeret hasznot keres, és azt hiszem, hogy egy jó ideig nagyon szerette azt, hogy államfő volt, anélkül, hogy választást kellett csinálnia. De ezt pont ellene szokták felhozni, hogy úgy viselkedik, mintha lenne egy valódi állam, amiközben soha nem választotta senki semmire. És ez igaz. Úgy viselkedik, mint egy valódi állam, államfő, és tényleg világszerte, és bárkit fölhív, bármilyen pozícióba, az válaszol a telefonra. Miért lett Soros a témája? Mert mikor a kelet és nyugat 20 évvel ezelőtt, mint mondtam, akkor mind 30, igen. Lengyelországban, Csehszlovákiában az volt még, és Magyarország mind és Romániában. Annyian beszéltek, mondták nekem a Soros nevet, hogy segített itt, segített ott, és komolyan segített, amikor szükség volt rá. Voltak lengyelek, akikkel beszéltem, és írtam róluk a másik könyvben, hogy nem tudták volna túlélni az, ami történt ott a másolla, nem tudom, mi az magyarul, másolla törvény,
rendőrség, letartóztatások, nem lehetett kimenni az utcára, stb. Ezt nem tudták. Rendkívüli állapot volt Jaroszlávban nagyon sokáig. És nem tudták volna túlélni a Soros támogatása nélkül. Ez egy nagyon komoly dolog. Szóval fent feltűnt nekem, hogy ez egy érdekes ember. És a csehek és a szlovákok is tényleg úgy beszéltek róla, hogy sokat-sokat csinált, amikor nagyon fontos volt, hogy csináljon. Valaki csináljon valamit. Mert nagyon sokan várták, hogy másik Európától jön a segítség, hogy az Amerikától jön a segítség, és nem, végem, de nem jött. De Soros is megváltozott azóta? Ugye akkor ő segített. Igen. Most pedig azt mondják, hogy beavatkozik. Hát akkor is avatkozott. Csak, hát csak ez egy másfajta volt. Hát akkor az angyalok oldalán avatkozott bele, most pedig nem. Úgyhogy avatkozás az mindig ott volt. Mert az úgy érzi, hogy ez a fontos. Úgyhogy mikor kérdezte az előbb, hogy mi a haszna belőle. Már nincs pénzügyi haszna, sőt, a milliárdok mennek el máshova, Afrikába, ide, hát Oroszországba fantasztikus mennyi pénzt költött el, és persze nem sok haszna lett belőle, mint mindenki tudja. De ebből ő kap satisfaction, mi az magyarul? Sok. Hát lelki kielégülés, egyfajta örömforrás számára. Igen. Igen, de közben szeretetet meg nem kap annyit, mert hogy a jobboldaliaknak ő igaz. Túl baloldali, a baloldaliaknak túl gazdag, és ugye alapvetően mindenkinek túl gazdag. Ez igaz. Ez mindig az. De valahogy nem zavarja, sőt azt mondta, hogy büszke az ellenségeire, hogy ilyen ellenségei vannak, mint akik vannak, mert ezek olyan emberek, akik ragyogóak, mint ellenség, és nem lennének jók, mint barátok. Önnek kétszer adott hosszú interjút, igen. Ugye? Ami hát egy kiváltság, mert leginkább az újságírókkal szóba sem akar állni. Megengedte magának azt a luxust, hogy olyan legyen, mint egy hétköznapi ember, ahogy egy hétköznapi ember viselkedik, beszélget, gondolkozik? Vagy eljátszotta a Soros György szerepet? Nem játszott abszolút, nem is próbálkozott, de attól függ, hogy egy hétköznapi ember hogy viselkedik. Mert vannak olyan hétköznapi emberek, akik nagyon barátságosak, és elmondanak mindenfélét, és nevetgélnek, és jó kedvük van, stb. És vannak olyanok, akik el akarják mondani, hogy mi a véleményük erről, és erről, és erről, erről. És az argyogó interjú, mert nem kell csinálni semmi kérdés, hosszú válasz, isteni, megyek tovább, még egy kérdés, hosszú válasz, és így megyek tovább. Ilyen volt? Igen. Mennyire tudott közel férkőzni hozzá? Abszolút nem. Ő nem egy közel férkőződő ember. Szóval nem, de biztos vannak közeli, hát például három feleségem. Valamit tud? Valami, egész biztos. Hát bár nem tudjuk, hogy a három feles... Na jó, ebben nem megyünk. Igen, ne is menjünk bele. Ugye, hogy ne. 89 esztendős Soros György. Valószínűleg az utolsó aktív éveiben jár. Igen. Kívánunk hosszú életet neki nyilván. Megmarad az a rendszer, azok a szervezetek, amiket létrehozott, nélküle is? Hogy látja? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert... Eredetileg az volt a terve, hogy mikor ő meghal, akkor nem marad semmi, mert semmi értelme nincs. De ez valami, amit megváltozott vele, ahogy öregedett, és most úgy mondta, hogy megtartja a szervezeteket. De szerintem a zsánere ezeknek a szervezeteknek meg fog változni teljesen. Más lesz. Nem lesz még hasonló se ahhoz, ami most. Szóval ott lesznek sokkal megtárgyalóbban, megfontoltabban, ha van egy ilyen szó. Van bizony. Megfontoltabban fognak beleavatkozni itt-ott, és nem így, mint ő. Szóval nem gyorsan, mint ahogy valami lehetőséget lát, és akkor oda megy. Nem csak, mint egy ember, hanem mint egy politikai filantrop. Aktor. Igen. Igen, hát sokan
pontosan ezt vetik a szemére, hogy ő nem politikai szereplő, miért kell úgy viselkednie. Lásd az Európai Unióval kapcsolatos viszonya. Igen. Mennyire szól ő bele? Hogy látta az Európai Unió napi működésébe? Mennyire tud beleszólni? Van, amikor érdekli az Európai Uniót, hogy mit mond, és van, amikor abszolút nem. Hiába mondja. Olyan, mint nagyon sok emberrel próbál befolyást szerezni, és van, amikor sikerül, van, amikor nem. A könyvének az a címe, hogy mit akar Soros. Igen. Ön tudja, hogy mit akar? Sok mindent akar. Ez az egyik problémája, hogy túl sok helyen szerepel ő és az alapítványai. Hogy mit akar Amerikába, az egész más, mint mit akart itt, és mit akar Myanmarba. Szóval mindenhol helyi ideái vannak. Amerikába sajnos tiszta politikába ment bele, és demokratikus pártot támogatja, igen. Támogatja, igen. Nagyon támogatja, tényleg, sok. De... Ugye ez eszembe is került Trump alatt, Trump két napja nyilatkozott. Igen, de viszont mikor a Trump elődje volt ott, Obama, és ő remélte, hogy Obama jön hozzá, és kérdezi, hogy tanácsokat adjon a külpolitikáról, Obamának eszébe nem jutott. Szóval, és Trump, és valahogy nem, Soros nem zavarja mindez. Kicsit bosszankodott az Obama miatt, de nem furcsa nagyon. Figura lehet. Az érdekes összes többit figura. Meg olvassák el a könyvben, igaz? Köszönöm szépen. Anna Porter, köszönöm szépen, hogy én itt is köszönöm. Önöknek a figyelmet köszönöm. Jakubcsek Gabriella következik, és a Jakubcsek Plusz, hogy mi lesz a műsorban, azt meg most elmondja Gabi. Szervusz, jó estét kívánok! Ma is jelentkezik a Jakubcsek Plusz. Az első témánk a 90-es évek bűnügyei. Egy stúdióban Kovács Lajos és Tasnádi Péter, akik egyébként osztálytársak is voltak, pedig sokszor voltak a barikád túloldalán. A második témánk pedig milliárdosból medvepásztor. Sorsfordító történetek 8 óra 30 perckor. Pedig a medve nem viccel. Holnap este találkozunk 19:25-kor. Viszontlátásra, szép estét!